Most pedig egy véres témával kezdünk. Onnantól ugyanis, hogy egy önkéntes véradás alkalmával megtelik mellettünk a vérzsák, nem sokat tudunk arról, hogy a továbbiakban mi történik vele, hogyan állítják elő belőle az életmentő vérkészítményeket. Az Országos Vérellátó Szolgálatnál stábunk végigjárta a vérútját. Tartsanak velünk! Naponta akár 200-an is megfordulhatnak az Országos Vérellátó Szolgálat várójában, azért, hogy levett vérükkel segítsék embertársaikat. Ehhez pedig első lépésként a személyes okmányokra, némi adminisztrációra és egy orvosi és laborvizsgálatra van szükség, amely itt helyben történik. Megnézzük a hemoglobint, ami rendkívül fontos, a hölgyeknél 125 és 165 g per liter között, a férfiaknál 135 és 180 g per liter közötti értéknél alkalmas. Vérnyomásmérés, pulzusmérés, a kérdőívet átbeszéljük, és ennek a háromnak az alapján dönt a kivizsgáló az alkalmasságról. Aki átment az első szűrőn, az szinte azonnal a vérvételi szobában találhatja magát, ahol megkapja a 450 ml-es vérzsákot és egy tűt a karjába, amellyel jó pár perc pihenő következik. Egy speciális tároló rendszerre kerül, ami azt biztosítja, hogy feldolgozásig megfelelő hőmérsékleten tároljuk, és utána mindent leadminisztráltunk, akkor a mintacsövek mennek a kivizsgáló laboratóriumokba, a vér pedig a vérkészítmény előállító osztályra. Ami pedig a kulisszák mögött történik, az leginkább futurisztikusnak mondható. A donor kivizsgáló laboratóriumba a levett minták kémcsövei érkeznek, ahol precízen beállított gépek végzik el a vérminták szűrését. Egy ilyen laboratórium van az országban, és a mi fő feladatunk a magyarországi véradódonorok törvényben és jogszabályban rögzített vércsoportszerológiai és fertőzőágens szűrővizsgálatainak elvégzése. Ezek nélkül a vizsgálatok nélkül a donációból származó vér és vérkészítmény transzfúziós célra nem kerülhet. A gépi vizsgálatok megkezdését az adminisztráció és a centrifugálás előzi meg. A több száz vércsoport meghatározását egyenként végzi a laborvezető. Gyakorlatilag ezekben a sorokban vizsgáljuk a donorok LH tulajdonságát, tehát az, hogy valaki LH pozitív, vagy LH negatív. Oda azért én tettem kérdőjelet, mert az a reakció ott nem győzött meg arról, hogy ez valóban pozitív, tovább kell vinnem majd ezt a vizsgálatot. A donor kivizsgálás második laborjában 7 gépen a kórokozók, pontosabban az ellenük termelt antitest vagy antigén vizsgálata és a vérben meglévő vírusantigének kimutatása történik. Most a laboratóriumunk fertőzőágens szűrő részlegén vagyunk, ezekkel a hátam mögött, illetve mellettem lévő automatákkal végezzük ilyen vizsgálat, mint a HIV, a hepatitis C, a hepatitis B és a szifilisz vizsgálata. Amennyiben itt reaktívnak minősül a minta, még két ismételt vizsgálat után biohulladékként semmisítik meg a vért. Amennyiben itt átment a szűrőn, a vérkészítmény előállító laboratóriumban rákerülhet a minősítő címke. A következő lépés a folyamatban az, hogy ezek a levett, egyszeri véradásból származó teljes vérek bekerülnek az ipari centrifugáinkban, amik itt láthatóak, és ezeket meghatározott fordulatszámon, meghatározott ideig és meghatározott hőmérsékleten futtatjuk. A centrifugálás folyamán válik szét súly szerint a vér sejtes és sejtmentes alkotó elemeire, majd a szeparátoros helységben folytatódik a munka. A háromféle vérkészítmény itt válik külön utakra. Ugye becsukódik az ajtó, fogja magát, kijön egy prés, ami elkezdi hátulról feszíteni ugye a zsákot, és most fog elindulni a zsákrendszernek a tetejébe föntre maga a plazma. Azt ott nyomja most fönt, és amikor az optika úgy érzékeli, hogy már nem plazma fog menni, hanem mondjuk vörös vérsejt szennyezést kap, akkor megállítja saját magát, kattint, és mindjárt elkezdi nyomni az alsóba. És akkor elkezdi lenyomni az alsóba, és ugye felső lesz ugye a plazma, amiből ugye friss fagyasztott plazmát csinálunk, az alsó lesz a vörös vérsejt koncentrátum, és ami középen fog maradni, az lesz a határrétegünk, amiből későbbiekből trombocitát állítunk elő. A vér felső átlátszó része a plazma, amelynek nagy részét gyógyszer alapanyagként veszik meg a gyógyszergyárak, kisebb részét terápiás célokra használják fel a kórházakban. A középső réteget, a trombocitát egy másik részlegben állítják elő. Ebben a részlegben történik a készítményeknek a másodlagos előállítása, ami azt jelenti, hogy valamiféle plusz vagy speciális technikát alkalmazunk az előállítás során. Ebben a helyiségben szoktunk fehérvérsejt mentesíteni, közeg cserélni, és ezen kívül van egy másik helyiségünk, ahol irradiálást is tudunk végezni. És amit itt lehet látni igazából mellettem, az a trombocita koncentrátumoknak az előállítása.
A vérplazma hűtve 2 évig is eláll, a vörös vérsejt koncentrátumoknak 35 nap a lejáratuk, míg a trombociták az előállítástól 5 napig használhatók fel. A legtöbb készítményt a továbbiakban a vérkiadóban tárolják és hűtik. Ide fut be a kórházak igénylése, és innen adják ki azokat. Egy transzplantációs műtét esetén akár 20 egység vérre is szükség lehet. A legtöbb esetben vörös vérsejtre van szükség, ugye vérzésnél, de természetesen előfordul, hogy a betegnek trombocitára is és plazmára is szüksége van. Legnagyobb forgalom a vörös vérsejtből van, tehát abból van a legnagyobb igény. A Közép-Magyarországi Regionális Vérkiadó Központ látja el az ország 50-55%-át vérkészítménnyel. A Közép-Magyarországi Regionális Vérkiadó Központ látja el az ország 50-55%-át vérkészítménnyel. Laborjaiban és a vérkiadóban a munka 24 órában folyik, hogy akinek szüksége van vérre, ahhoz a lehető leghamarabb eljuthasson a véradók adománya.